Compookies. Szevasztok! A horror műfaja mindig is közel állt hozzám, számtalan fos filmnézős estén morzsoltam még parányi pár gyermeteg agyvelejemet, de valahogy valódi félelmet, hidegrázós rettegést sosem tudtam átélni az egyszerű slasherek vagy komolyabb átgondoltság nélküli szörnyfilmek hatására. Úristen! Futás! Gyerünk a jeephez! A számtalan retek-gagy gyilogfilm nézésekor mindig akkor tudott a gigámmal akadni a falat, ha valami mélyebb, zsigeri viszonyatra támaszkodó, legbelsőbb viszolygásból táplálkozó, esetleg több rétegű üzenetet hordozó alapfelvetés húzódott a gumiállarcos trancsír sztori mögött. Ezért tudott egész alaposan falhoz vágni a dolog, ezért kerítettek hatalmukba a vérfarkas történetek, emiatt tudtam összefosni magam az Omen-től, és ezért voltak rémálmaim a Twin Peaks-től, vagy úgy kompletten David Lynch világától. Ellentétben a sokszor igen felszínes, egysíkú vagy gazdagon a jumpscare-ekre támaszkodó zsáner társaikkal, mint a Sikoly, a Halloween, a Rémálom az elmúcában, a texasi láncfűrészes vagy a különböző vámpír történetek, amelyek között szintén találhatók jól sikerült a darabok, de a velőt rázó rettegés nem tudják kiváltani. Na, ettől azért ti is befostatok, fogadjunk. De mi is a félelem valójában, és miként jelenik ez meg a filmművészetben? A félelem az egyik legelemibb, legfőbb tényező minden történetben, bármely módon kerüljön is az a néző, olvasó, hallgató, egy szóval a befogadó elé. Megjelenése szinte egyidős magával a mozgóképpel is, talán érdemes egészen a francia Georges Méliès-ig visszamenni, aki még a 800-as évek végén jelentkezett néhány zavarba ejtő némafilmmel, mint például a Le Cauchemar, a Rémálom 898-ból, vagy akár a Le Monstre, a Szörny 903-ból, amelyek egyértelmű címükkel is félreérthetetlenül erre az ősi érzésre, a félelemre akartak hatni, de azért nem nevezhetők még a horror valódi képviselőinek. A horror, mint jellegzetes jegyekkel önmagát kontúrosan definiáló műfaj alapjai talán az 1920-as Dr. Caligari című német expresszionista némafilm teremtette meg, amely szürrealista és a sötét néli sötétebb világával kvázi létrehozta a rettegtető műfajt, és groteszk atmoszférája máig érezteti hatását, elég csak Tim Burton képi világára gondolni. Ugyanakkor a horror műfaja jóval több annál, mintsem, hogy egy adott vizuális millió és egy elnagyoltan felvázolt tartalmi keret egyértelműen meghatározza. Kicsit kezdesz úgy beszélni, mint valami kiszuperált tudálékos professzor. Térj már a lényegre! Igyekszem, épp a félelem definíciójával vagyok elfoglalva. Vesz egy pillantást a tapír nagy késemre, és szerintem rögtön belét fagy a szar. Hát éppen ez az van, aki összezsibbadja magát egy ilyen pengés csávótól. Wesley Snipes, Penge 2. Van, aki meg mondjuk attól fosik be, hogy egy kisgyerek rákjárásban közlekedik. És ha ezt csinálom hirtelen és hangosan? Hú, bassz meg, igen, ez is megteszi. Szóval a félelem mindenkinél más és más kiváltó ok hatására jelenik meg, más és más formában és intenzitással. Így fordulhat elő, hogy van, aki a Végső állomás franchise-t is horrornak tekinti, és van, aki még az amerikai farkasember Londonbattól sem ijed meg, miközben maga alá vizel mondjuk az Otti filmektől. Ez az óriási. Jézus faszom! De bármi legyen is a téma, a filmek világában elsősorban nem az idegekre és a váratlan meglepetésekre alapozó rémizgetés jelenti a valódi félelmet, hanem elsősorban a láthatatlan, a képzeletet segítségül hívó sejtetett gonosz jelenléte. Sokszor éppen ezért nem is feltétlenül az okozza a félelmet, amit a filmen látunk, hanem éppen az, amit nem látunk, mert a látótéren kívül rejtőzve csupán érezteti a fenyegetést, vagy éppen megjósolja a közelgő rettenetet. Vagy esetleg az, amit ugyan látunk a képen megtörténni, de nem önmagában, hanem önmagán túlmutatva a kollektív viszolygásra, egyéni félelmekre alapuló érzelmekre hat, valahová az ismeretlenbe kalauzolva bennünket. Ez utóbbinak az egyik legnagyobb mestere David Lynch, aki a felfoghatatlanul groteszk képeivel, vizuális világával és karaktereinek szürreális viselkedésével a legmélyebb félelmet tudja felserkenteni. David Lynch?
A körhöge a dűne, ugyebár végre. Hát megint ezzel jössz, bazd meg. Hát én még nem láttam ilyen erőszakos, meg tenyérbe mászó viselkedést a Megafon megjelenése óta. Hagyjál már! De te magad is mondtad, hogy a dűne fontos szerepet tölt be a kedvenc filmjeid között? Hol van? És mi van, ha mondtam? Most érted? Mondtam valamit, mi vagyok én valami politikus, hogy el kell számolnom azzal, amit ígértem? Ja, várjál már. A politikusoknak nem kell. Sőt, nekik kell a legkevésbé. Na, ez félelmetes igazán. A félelmet a maga tiszta mélységében elsősorban gyerekként tudjuk átélni, amikor a fantázia és az érzelmi reakciók még nem fékeződnek a felnőtt élet során kialakuló, tapasztalati úton halmozódó ellensúlyoktól. Na ez már tényleg kezd valami köcsög akadémiára hasonlítani. Mi lenne, ha nem affektálnál, hanem néznénk végre a filmet? Bocsánat, de muszáj megalapoznom a sztorit, mert különben meg a konkrét filmről mondottak nem lesznek teljesen átérezhetők. Ki nem fosik bele a legmagasabbról? Filmet elemezni jöttünk, vagy áltudományos székfoglalót hallgatni rogyásig? Jól van, igyekszem rákanyarodni a célegyenesre. Szóval gyerekként a félelem megélése, a félelmet keltő jelenségekhez való viszonyunk még sokkal zsigeribb, és megfelelő hátralépés és átfogó szemlélésre való képességek hiányában igazán direkt behatást eredményez. A legtöbbünk gyerekkorából visszaidézhető egy-egy olyan filmélmény, amely a mai napig élénken él bennünk, mondhatni kísér minket, mivel akkor átért hatása egy még bevésetlen pszichét és lelki világot ért. Az én esetemben ez a sokkoló trauma az általam minden idők sorozatának tartott Twin Peaks Bobby Holt, illetve az ő megfoghatatlan lénye és vándorlása lélekről lélekre, ami teljesen megnyomorított hetekre valóságos borzadást okozva. Persze felnőttként ezekre a traumákra jellemzően már meglehetős rálátással, érettebb ítélő képességgel tudunk tekinteni, és a hatás már nem olyan elemi erejű, bár a Twin Peaks mai napig maga alá gyűl, ha újra nézem. Bob! Azért persze nem kell feltétlenül gyereknek lenni ahhoz, hogy lefossuk a bokánkat félelmünkben. A váratlan vagy kontextusából kilógó, ijesztő elem mindenképpen valamiféle zavart okoz bennünk, ez az nagyjából, amit Freud 1919-ben Das Unheimliche című eszéjében nyugtalanító idegenségnek nevez. Egy jelenség, amely a mindennapi racionalitásunkban okoz egy törést, ami minimum kényelmetlenség érzethez, szorongáshoz vezet, ami pedig maga a félelem van. Persze a filmes univerzumban a félelemmel, mint sok minden mással kapcsolatban is vannak ellentmondásos jelenségek. Viszonylag kevés ember választja a horrorfilmeket abból a célból, hogy valós borzongást éljen át. Sok esetben inkább egy szórakoztató film készül a horror zsáner alapjaira és formai eresztékeire, és a haverok röhögni, a szerelmesek kikapcsolódni ülnek be egy-egy ilyen trancsírfilmre. Nem véletlen, hogy a kaszabolós horroroknak szinte egytől egyig meghatározó elemei a csöcsök. Ezt mondjuk egyáltalán nem bánom. A berrált. A vér és olyan elviselhetetlen klisé karakterek, akiknek a legyőkolását szinte kikönyörögjük. A valódi félelem tehát nem a szórakoztatni vágyó horrorfilmekben, mint a Végső állomás vagy a Cápás gagyik keresendő, és a jelenség határai nem is igazán esnek egybe a horror műfaj kereteivel. De akkor mi a félelem valójában a filmes világban? A félelem segít azonosítani belső kétségeinket, ösztönös rettegéseinket és lehetőséget is ad szembenézni azokkal. Ez maga a katarzis, amely a film főhősével együtt a nézőnek is lehetőséget ad a megtisztulásra, a feszültségek, szorongások és félelmek feloldására. A mindeddig elmondottakon felül pedig a horror műfajában és így a félelem manifestumában is igen nagy hangsúlyt kapnak a vizuális trükkök, amelyek a számomra oly kedves 80-as, 90-es években még nem a CGI-ra alapultak elsősorban, és sikerük nagyban függött a kivitelező trükk csapat szakértelmétől, leleményességétől és persze a költségvetéstől, és míg a gyengébb képesség és szűkebb büdzsé az egyébként elviselhető sztorit is haza tudta vágni egy-egy ócskább látványelemmel, addig a jobban sikerült verzióknál igazán brutális tudott lenni a nézőre gyakorolt hatás. Na de mi a retkes fasz lenne, ha rátérnél végre a filmre, amiről beszélni akarsz? Nos, a mai videó témája az 1992-es Kampók kéz, amely sok szempontból kilóg a horror műfaj egyébként is nehezen meghatározható kereteiből, és ahogy az lenni szokott, a folytatásainak említése sem méltóságával egyre silányodó franchise-á rombolta magát, mindazonáltal az első film véleményem szerint érdemes arra, hogy néhány szót elvesztegessünk rá. Akkor mi lenne, ha elkezdenéd végre? Kampók kézből sokféle van. Kampók kéz 2, Kampók kéz 3, van már persze egy elmaradhatatlan remake is 2021-ből, és ugye van ez, amikor a spanyol Ivan Campos szabálytalankodott, és szóltak neki, hogy Campo kéz... Kumor!
Na, ezt azonnal hagyd abba. Amiről tehát szó lesz... Végre! Az a Bernard Rose rendezésében készült első kampókész film, amelyet 1992-ben mutattak be, és amely igen sajátos felfogásával és atmoszférájával jócskán a szokásos horrorfilmek fölé nő. A mű a Clive Barker féle a The Forbidden című novellán alapul, és az a Virginia Madsen játssza a főszerepet, aki vagy két tucat további egyéb filmben játszott még, de a középgyenge 23-as számon kívül a világon semmit nem láttam. Amúgy a bátyja is pont ilyen, Michael Madsen, mármint hogy nem néz ki ilyen jól, mert lássuk be, hogy a kampókész forgatásán nőisége teljében lévő színésznő még sokkal kellemesebbé tette a filmélményt, de olyan, akiről két-három Tarantino filmen kívül talán jobb nem is tudni. Lássuk tehát a filmet. Az ifjú Helen John Connor nevelő apjával él házasságban, akivel rögtön az elején össze is különböznek a városi legendákról szóló előadás sorozaton. Ne légy dühös rá, olyan. Nem, persze, hogy nem. Aztán a teljesen megalapozatlan hátterű anyagokra alapozott disszertációját gépelő Helen összetalálkozik a sztereotipikusan színes bőrű takarítókkal, akik a kampók kézről mesélnek neki. A film egyébként kifejezetten erős kritikákat kapott a megjelenésekor rasszista, sőt szexista, vagy legalábbis annak tűnő hangvédele miatt, mivel a kampókéz legendája a szociálisan legkiszolgáltatottabb, hátrányos helyzetű, szinte kizárólag feketék által lakott Cabrini negyedre ágyazva kísérti a környéken élőket. A csajok aztán belebüfögik a tükörbe a kampókéz nevét. Kampókéz. Sorosgyön. Majd elmennek a gettóba fényképezgetni, hogy feltérképezzék a kampókéz egyik gyilkosságának helyszínét. Helen bebújik az éjjeli szekrénybe, aztán kimászik a kampókéz száján, úgyis mondhatnám, hogy a mumus ki lehelleni őt. Már megint kezded a szóvicceket? Tudod, hogy abban baszott jó vagyok. Nagy lófaszt. Aztán a gettóból egyenesen luxus étterembe mennek a tudós kanokkal, és Zámbó Jimmy elmeséli a kampókéz eredet történetét. Ó, azok a régi szép idők, amikor még meg lehetett fulladni a cigifűsben az éttermekben is. Helen egyre jobban rácsúszik a kampós fickóra, ezért megkér egy kis csávót, hogy segítsen neki a gettóban. A srác elviszi Helent egy nyilvános vécéhez, hogy tudjon kakálni, és elmeséli neki, mi történt Michael Jacksonnal a Jackson 5 felbomlása után. Tiszta fehér lett, mint a hó. Aztán Helen bemegy lefényképezni a szart, de közben megérkezik a Tesco gazdaságos Morpheus, és pár szóval jelzi, hogy a csajnak kampó. Kap is tőle egy jókora pofont, mire a rendőrség mítúzza, Helen meg kér a kis feketének egy kis feketét. Helen ezután magándiavetítésbe kezd a mégarásban, amikor a kampókéz megzavarja. Helen! Milyen ironikus, hogy éppen Koncz Gábor lett a kampós mumus magyar hangja, nem? Érted? Koncz. Ez olyan, mintha egy patológust Boncz Géza szinkronizálna, egy versenysportolót Nyertes Zsuzsa, egy főbérlőt meg Kautsky Jó Armand. A bundás Fekete Péter csak beszélgetni akar Helennel, de ő heves menstruációs görcsökben tör ki, és végül összepiszkítja az egyik gettó lakó lakását. A másik szobában egy igazi vérevet is talál, meg egy bárdot, amit természetesen magához vesz, és a rendetlenség miatt hisztériázó fekalányt meglékeli vele. Ezután az egyik kedvenc jelenetem következik. Emelje föl a bal mellét. A jobbat. Kardigán felügyelő közli Helennel, hogy le van tartóztatva, mert eltűnt a kisbaba a rácsos ágyból. A férje eljön érte, de olyan rondának találja, hogy egy rongyot húz a fejére. Ezután a második kedvenc jelenetem következik. Majd Helen a stressz levezetésére újra a diavetítésbe kezd. Kampókéz betolakodik a szobába, pont amikor megérkezik Vérnadett, és rögtön hoz is a saját temetésére egy kis virágot, mert hogy őt is kifilézi a kampós, így már végképp Helent gyanúsítják a gyilkosságokkal. Leszedálva kínlódik a kórházban, míg a kis feka babát a kampós abuzálgatja valami ordas rejtek helyen. Helent végül betolják a pszichiáteréhez. Mit leselt a szemüveges buzi? A csöcseidet bámulom, tetszenek? A csöcseimet? Még sosem láttál ilyet, mi? Na jó, beszélhetnénk valami másról? Itt van a legutóbbi nemzeti konzultációs kérdőív. Friss, ropogós. Ez most komoly? Abszolút. Végigolvastam és meg kell mondjam, elképesztően bugyuta és demagóg kérdéseket tartalmaz. Akkor meg mi a faszt akarsz?
hogy kitöltsd. Tudod, a legtöbben vért hánynak ettől az egész propagandától. És akkor te miért nem? Helen meglóg az irodából, elmegy párkányba, végül otthon megtalálja a férjét a szeretőjével, és megtudja, hogy híd pozitív. Visszamegy az üszkös rejtek helyre, ahol Floyd méhveder megkínálja egy jobb horoggal. Ezért elmegy Walpurgis éjjé örömtüzet gyújtani a lomisokkal, a mágiában aztán megdöfföli a kampós embert, és kimenekíti a lángok közül a kisbabát. A kampókéz elég, és Helen is megmurdel. A temetésre eljön egész karancslapújtő, végül otthon a búslagodó Trevor ötször a tükörbe mondja, hogy Helen, mire a halott asszony visszatér, és kifilézi a csábót. Nos, a film véleményem szerint többféleképpen értelmezhető, jól bánik a szimbólumokkal és a színes bőrű kisebbség társadalmi problémáját is erősen feszegeti. A városi legendák megtestesült mumusa, a kampókéz felfogható egy ténylegesen megjelenő gonosz lélekként, aki sorra koncolja, aki arra jár, de a film akár úgy is nézhető, hogy a gyilkosságokat, illetve egyetlen gyilkosságot, a városi legenda hatása alá került Helen követi el. Ne feledjük, a kampókéz megidézése a tükrön keresztül történő tetemre hívással kezdődik. A tükör természetesen régóta kap különböző misztikus szereteket a történetekben, de itt az önmagunkban rejtező félelmek kivetítésére, a bennünk lakó gonosz előhívására szolgál. A tükör szerepe több alkalommal is megerősítés nyer a filmben. Helen fotókon mutatja meg a gettó legmélyén álló Cabrini negyed és a saját lakó tömbje közötti hasonlóságot, szimmetriát, sőt a hatalmas üvegablakon mutatva rá a lecsúszott városrész közelségére, mintha csak egy óriási tükörben látnánk a kontrasztot a luxus lakásokkal rakott negyedhez képest. Nem véletlen, hogy a legenda szerint a gyilkos is a szomszédos lakásokat elválasztó tükrön jutott be az áldozatokhoz, illetve az is beszédes, hogy Helen is a tükrön átmászik be a rettenetes eseményeket elindító másik világba, és a húsvér álkampókéz azonosítása is a jól ismert kétoldalú tükrön keresztül történik. Kifejezetten értékelem, hogy a lerágott klisét, miszerint a tükrös gyógyszeres szekrény kinyitásakor még béke van, de a becsukáskor összecsináljuk magunkat a tükörben hirtelen megjelenő rémtől, itt kihagyták, és a nyitott szekrényből a visszazárás utáni megpillantás nélkül azt megelőzve tör rá a hús. A kampókész tehát egy olyan horrorfilm, amely egyedi hangulatával, a kiváló filmzenével és az akkoriban újdonságnak számító légi felvételekkel megtámogatott félelmetes atmoszférájával, de elsősorban a több rétegű mondani valójával jelentősen elkülönbözik a horror műfaj más reprezentánsaitól, ha egyáltalán ténylegesen horrornak kell tekintenünk. Belső, valós félelmeinkre támaszkodó jellegével a fosatós filmek között egy jó hetest mindenképpen megadnék neki, tekintettel arra, hogy kifejezetten jól is öregedett és ma is nagyobb kilengések nélkül megnézhető. Kampókéz. Eljöttél hozzá. Baszki! Add meg magad nekem. Nem tudok kimondani, bazd meg.